Vai, beljebb is, egyszer, mint kijebb is. Aztán Waltner felé egy nagyon jó labda, nem volt hazaadás, szöglet. Olyan borzasztó sok elképzelést nem lehet felfedezni a játékban, finoman szólva. Fodor veszíti el könnyelműen, és megindulnak a vendégek. Mi az, hogy Milinte, tovább pörög a labda, Savranek. Na mihez kezd vele, csak kihozta végül. Erről ennyit. Hoppá! Na kérem szépen! Egészen parodisztikus jelenet, és valahogy méltó a mérkőzés eddigi színvonalához. Indulhat a Csepel, és van szabad ember megjátszható, Siklósi. Még ez is jó, Kőrösi. Ez meg aztán pláne jó. Savranek nem először oldja meg ilyen borzasztóan rosszul a lehetőséget. Bukcsó csúsztat. És marad a csepelieknél a labda némi szerencsével. Siklósi! Több lehetősége van a Csepelnek, kérem. 38. perc, Fodor. Ez bizony jó. Mondjuk végre valami lehetőség féle. Vége az első félidőnek, rémesen gyatra játék, helyzet szinte semmi. Hát ennél már csak jobb jöhet, reméljük. Ezt meg lehet szerezni könnyűszerrel, Zombori. Waltner. Ez eddig jó. Lendvai még, ez is jó. Lendvai! Lévai. Németh Tamás. Szabad ember, megjátszható. Zombori. Lendvai még, ez nagyon jó. Zomborihoz vissza. Első rangú támadás és egy nagyszerű védés a végén. Csató. Szilágyi. Zombori. Ez kéz volt, legalábbis nagyon úgy tűnt, Balázs a végállomás. Na kíváncsi vagyok, hogyha majd megnézzük még egyszer. Lendvai. Waltner. Csató. Hasba lőtte Zombori, Csató így még jó lehet. Még tovább Zombori. Balázs most már Csepel hőse lesz lassan. Szilágyi. Szilágyi még, Fodor. Tökéletes labda, Szilágyi. Waltner. Most már szerencséje sincs a videótonnak. Szépen megcsinálták, pedig a vége kapufa. Milinte. Menjen át minél előbb a félpályán a labda, Szilágyi. Ez jó Waltnernek. Zombori. Nincs les, Waltner. Jó a cser, Robi. Gól. Játszani kell, erről van szó. Waltner Robert. Hát pedig ez eddig nem az ő meccse volt. Nagyszerűen csinálja meg a cselt, és ezt most már Balázs sem tudja védeni. Megvan a vezetés a 29. percben a második félidőben. A Csepel eddig már több mérkőzését elveszítette egyébként a hajrában. Tekintsük ezt akár biztató jelnek. Most már előveszi a lapot Szabó játékvezető, könyöklésért méghozzá. Magához kéreti a csepeli 8-ast, akinek ez már a második sárga lapja volt, Kőrösi Zoltán, tehát egy perccel a videóton gólja után kiáll. Bukcsó labda szerzés egy könnyelműsködés után, és egy helyzet, Atya Úristen, Pap. Nagyon rosszul találta el, de megköszönhetjük. Waltner a leshatáron, de még azon belül.
Zombori egyből középre, Vancsa nagyszerű labdalevétel, gólhelyzet, 2-0. Lévai András húzódott előre, és vett Bukfencet örömében. Teljesen leblokkolt a csepeli védelem, így aztán most legfeljebb reklamálni tudnak, de az sem érdemes. Lévai tehát a gólszerző, és 2-0-ra vezet a Videóton 6 perccel a vége előtt. Horváth Csaba, Zombori. Nagy szóló Zombori Zalán. Ez a jó Waltner. Álló foci a 16-oson belül. Így pedig a vége, egy jó lövés, Csató. Szigeti. Már nincsenek társak, bár a csepeliek sem hisznek a dologban. De ez még jó lehet. Csak megáll a lendület valahogy. Bukcsó? Nem ő az, hanem Németh Mátyás, aki még a végére kihagy egy ordító helyzetet az utolsó utáni percben. Egy nagyon-nagyon könnyen felejthető első félidő után némileg összekapta magát a Videóton, és ha nem is játszott sziporkázóan, végül győzött, a papírforma szerint Videóton Csepel tehát 2-0.